Egy egyszerű mozdulattal biztosíthatom ma már az otthon melege a távfűtéses lakásokban. Idén enyhe, de időben elnyújtott volt a tél, még június elején is volt olyan lakás, ahol fűtött a nyírtávhő. Ennek ellenére komolyabb többletfogyasztást nem regisztráltak a cégnél. Az okosmérőknek köszönhetően jóval kevesebb az átlagos fogyasztás, mint más magyar városban. Még egy magyar távfűtéses lakás átlagosan évente 26 gigazsúl energiát használ el, addig Nyíregyházán csak 18 gigazsúlt. A cég ügyvezetője 35 perc című műsorunkban azt mondta, június végéig összesítik a fogyasztást, és júliusban postázzák az elszámoló számlákat a fogyasztóknak. Az elszámolás az két részből áll, ugye adódik. Két dologból adódik, az egyik a fűtés elszámolás, tehát akik költségosztókkal rendelkeznek, azoknak június 30 időponttal leolvassuk az okosmérőn keresztül a hőfogyasztását a radiátoron, és ez az elszámolás elkészül július hónapban, ezt megkapják a lakók, a közös képviselők, amennyiben ezt elfogadják, úgy ezekből aztán elszámoló számla keletkezik 8 napon belül. A másik pedig a melegvíznél ott fél éves elszámolás van fűtési idénytől függetlenül, január 1 és június 30 között, illetve július 1 és december 31 között, és az első fél éves elszámolásra most kerül sor június 30-ig, tehát természetesen itt is egy elszámoló számla kerül kiküldésre, ami július-augusztus elején érkezik a fogyasztókhoz. A nyári időszakban a szokásos karbantartási munkákat végzik el a hőközpontokban és a távfűtési rendszeren. Az ügyvezető azt mondta, idén 55 éve kezdték meg a távfőszolgáltatást Nyíregyházán, amelyet ősszel szeretnének meg is ünnepelni a városlakókkal együtt. A folyamatos felújításoknak köszönhetően rendszerük kétharmada újszerű, kifogástalanul működik, de mindig vannak olyan városrészek, ahol szükséges a korszerűsítés. Az elmúlt egy évtizedben pályázatok útján, távogatások útján nagyon sok pénzt tudtunk költeni a primer rendszerre, hőközpontokra. Ezekkel főleg az erőműhöz közelebb eső, nagyobb dimenziói csöveket cseréltük ki, hiszen azok a gerince igazából véve a hőellátásunknak, és hát maradtak ugye a végek Örökösföldön, vagy leginkább a Jósavárosban vannak még olyan részek, ahol cserére szorulnak. Én azt hiszem azért, hogy az elmúlt 55 év alatt már mindenütt kicserélődött ez a hálózat, tehát persze biztos van olyan része, amelyik még a régi, akár az erőműves oldalra is gondolok, de javarészt kicseréltük. Legalább a kettő harmadát azt biztosan tudom mondani, hogy az olyan újszerű, hogy azzal biztonságosan lehet szolgáltatni, és nyilvánvalóan tudjuk azokat a helyeket is, például Ószörő-Ferenc körút, ahol az idén fogjuk cserélni, ahol a télen voltak apróbb vagy nagyobb meghibásodások, de említhetném az Árpád utcát, ahol már be is fejeztük a felújítást, úgyhogy igyekszünk annyi munkát elvégezni, és olyan minőségben, hogy ne legyen probléma az üzembiztonsággal télen. Azt is tervezik, hogy a használati melegvízmérők több mint felét a 17 ezer műszerből 9 ezeret kicserélnek. Erre júliustól decemberig számíthatnak az érintett fogyasztók.